Nálam tudjátok, bocsánat egy pillanatban. Az lenne a kérésem, mivel az Ervin nem pártprogramot mond, hanem olyan dolgot szeretne mondani, ami ezt az egész ügyet előrébb viszi, engedjük meg neki 2-5 percet, jó? Én nagyjából tisztában vagyok vele, mit szeretne mondani. Szerintem mindenkinek, hogy is mondjam csak, pozitívum lesz, tehát érdemes őt meghallgatni, és ugyanígy azt javaslom, hogy majd, hogyha Pavlos Misit mellettem másodiknak szólásra kerül, szintén ugyanezt a legalább 10 percet hagyjuk meg neki, jó? Hogyha ebben benne vagy. Elnézést, én nagyon örülök, én nagyon kedves vagy, de ha hoztunk egy törvényt, én ahhoz tartom magam, tehát én 5 percet fogom. Itt szokott kezdődni. Hogy a demokrácia az úgy kívánja, mindenki 5 percet kapja. Én azt gondolom, hogy 5 percben be tudja mutatni a dermit, és utána majd az évek, hogy ki, tehát ne legyen 10 perc, mert ez nem jó. 5 percet kapja ő is, beleszorítja, pont azért, hogy pörgős legyen, és higgyétek el, hogy jó. Messzi bőnyek utána meg. Különben 5 percet készültem. No, azt akarom mondani, hogy nagyon örülök, hogy a pártok valahogy közelítenek egymáshoz témakörben, azért biztosan látják egymást figyelve is, hogy van különbség közöttük, de azt kell törekedni, ami az azonosság. Tehát a lényeg, amit mondani akarok, én hát negyed századdal foglalkozom, amit a társadalmi állapotoknak az elemzésével, a Magyar Szövetségében egy ilyen kulturális hagyományozó szervezet eléggé sokat dolgoztam, nem sokat jutottunk előre, de azt hiszem a helyzet majd megéri. Annyit mondok önöknek, hogy az a legfontosabb, és a pártok is ezt egy kicsit úgy fontolják meg, nem csak azt kell elmondani, hogy éppenséggel milyen megoldásra állt a kialakult problémákkal kapcsolatban, hanem azt is el kell mondani, amit a társadalom érez, de nem nagyon tud. Tehát kicsit kiegészíteni azt a sejtését, konkrétizálni, amit az elmúlt 25 évben magában úgy kialakított, hogy valami megrontott ezt az egész társadalmi átalakulást. Mert ami történt, csak egy-két sorokszámot mondok is röviden, és a pártok is ezt hangoztassák, hogy rádöbbenjen a társadalom arra, hogy rossz irányba mentünk el, mert én véleményem is az, amit a István mondott, én másnak is azt mondtam, hogy igazán a nagy munkát április 6-ától fogom elkezdeni. Mert el kell kezdeni, hogy ki jut be a parlamentbe, ki nem, nem lényegtelen kérdés, de azzal még nem zárjuk el. Mert csak gondolkozzanak el, és nagyon pártok is, ajánlom a négykának is, hogy hangoztassa. A 89-es vagyonunknak csak a 40%-a van. Ezt nem mondani, halálos lép. Nem mondani azt, hogy a társadalom 80%-a veszítette a rendszerváltásra. Halálos lép. Nem mondani azt, hogy ez a veszteség, amit ő szenvedte, ez családonként 6-10 millió forint, és körülbelül annyi, mint a devizai keveseket tervező adottság. És el kell mondani azt, hogy mi okozta. Hogy 32 éve erős nyomásodat tartja a gazdaságot az államadóság. Ez nem kezelési kérdés. A másik fölmerült, én azt javaslom, hogy az államadóság ugyanúgy készül, mint a szociális helyzetről, a korrupcióról, ilyen úgynevezett társadalmi rendszer, a devizai keveseről, ahol tökéletesen megtárgyalt, hogy nem megtagadni kell, nem átütemezni kell, hanem nemzetközi példákat kell hozni, Lengyelország és Bulgária esetét kell előtelezni. A magyar államadóság, minden magyar család, és mindenki írja, 30 év alatt vidéken egy kisebb családi ház, nagyobb városokban, Budapesten, egy panel lakás árakárt szemben. Ez konkrét, ez nem sejt. A korrupcióval körülbelül 12 ezer alsó szinten milliárd forintot vissza lehet hozni, és az vissza kell adni a népnek. Hatodik, haszonok. A multinacionális cégek, a négykások biztos ismerik, tulajdonképpen egy duális gazdaságot alakítottak ki Magyarországon. Ebben fejlődni nem lehet. És összead az államadósság körülbelül 4-5 millió forint, csak 90 után, 95 között, a korrupció szintén, családonként, egy 4 millió, és a külföldi cégeknek az erőszakos piacuralma nem mindegyik, ott is azért szeretnám.
Körülbelül 2 millió forint kárt okozott a magyarság. Összesen ebből összejön a 6-10 millió forint. Számszerűsítették. Ez a magyar néphez visszajön. Tartom az időt. Szeretnénk, hogy az új pártok ne csak a programokat mondják el, hanem azt a küldetésüket is teljesítsék, hogy új információval, új javaslatokkal üzenjenek a társadalom. Én ezt tartom nektek is. Tehát ezeket az ismereteket ők fölvállalják. Bizonyosan az összefogásnak megteszi, mert őket jobban ismerem, és gondolom a népvá is, ha ő is nyilatkozik. Ezek az alapvető problémák. Magyarország a rendszerváltása körülbelül a török megszállás és a Trianon hasonló gazdasági kárt szerint. Köszönöm szépen!